Egészséges életmód és jótékonykodás, ez a célja az Együtt a gyermekeinkért elnevezésű futóversenynek, melyet minden év őszén az iskolakezdést követően szervez a Lafarge cementgyár. Az idén 7. alkalommal lezajlott eseményen a 3 kilométeres táv rajtja Királyegyházán volt, a 4 kilométert választók pedig Szentlőrincről indultak. Nekünk ez tulajdonképpen a legnagyobb ünnepünk. Hiszen az egészséges életmód az egyik alapértékünk. Itt mögöttem már az egészséges életmódra való nevelés, és ez egy nagyon jó eszköz arra, hogy fölhívjuk a figyelmet, hogy miért fontos, remélni, az egészséges életmód, illetve annak a bemutatására is szolgál ez a mai rendezvény, hogy mutassuk, hogy ilyen nagyon nehéz körülmények között az energiaválság kellős közepén, nekünk mégis nagyon fontos az, hogy a gyerekek tudjanak, és ezért volt külön nagy öröm, hogy majd jó időre ébredtünk, hiszen egy hónappal ezelőtt egy óriás eső volt a rendezvény, de hála Istennek a meg tudjuk tartani. Ennyi boldog gyereket már nagyon régen láttam itt a parkolóban, úgyhogy bemelegítésre tavaly is őrület. Az esemény, mely Királyegyháza község önkormányzata, a Királyegyháza felvirágoztatásáért közalapítvány, Szentlőrinc város önkormányzata és a Lafarge Cement Magyarország Kft. Összefogásával valósult meg, több, mint egy futóverseny, mondják a szervezők. Abszolút ez egy szívszerelem ez a projekt számunkra. Abszolút egyrészt azért, mert hogy a gyerekeknek tudunk segíteni egy kicsit így a mozgásban, a sportszeretetre történő nevelésben, valamint hát a felnőtteket is meg tudjuk mozgatni a rendezvényünk során. És külön öröm számunkra, hogy az idei évben az eddigieket abszolút meghaladva több mint 600 fős az előnevezetti körünk, és már az a tapasztalat, hogy a 3 és 4 kilométeren korlátozott számban ugyan, de tudtunk plusz helyi nevezőket is fogadni. A 3 kilométeres távot nagy hajrával Strácz Marcell nyerte meg. Bocsánat, óriási gratula! Szuper vagy! Mit ad a verseny az utolsó métereken? Ismertem. Gyertek. Tavaly is voltam. Itt nem babra vagy a játékkérem. Gyorsan sprinteltem az elején. Gratulálok. És akkor a végére már csak be kellett. A gyerekek ingyenesen vehettek részt a programon, a felnőttek pedig nevezési díjat fizettek. Az így befolyt összegből sportszereket vásárol a cementgyár, melyeket a résztvevő iskolák között osztanak majd szét.